Főszerepben Vittorio De Sica, Szersény Gyula és Sophia Loren, Rutkai Laura. A szép Molnárné. Marcello Mastroianni, Hans van der Péter, Paolo Stoppa, Botár Endre. További magyar hangok. Könycs Anna, Úri István, Melis Gábor, Besenyei Emma, Balázsi Gyula, Versényi László, Rudas István. Írta Mario Camerini, Ennio De Concini, Augusto Camerini és Alessandro Continenza. Magyar szöveg Schulz Ádám. Hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos. Gyártásvezető Pesti Zsuzsanna. Szinkronrendező Somló Andrea. A magyar változat a Filmmúzeum megbízásából a Laborfilm Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény. Fényképezte Enzo Serafi. Zene Angelo Francesco Lavagni. Rendezte Mario Camerini. Az 1600-as évek végén járunk, a spanyol uralom alatt álló Nápolyi királyságban. Verőfényes napsütés, tiszta égbolt, ciripelnek a tücskök, nem múlik el nap, hogy a tyúkok ne tojnának, a mezők ontják a gabonát, egy szóval nagyszerű ország, valóságos tündérmese volna, ha... Ne sírj, drága Rozi, San Gennaro akarta így, ezzel is hosszabb lesz a bűzsvástége. Verjen meg benneteket az Isten! San Gennaro, segíts rajtunk! Mit csinált szegény ördög? Ez? Nem fizette meg az esőadót a királynak. De hát az idén egy csepp eső sem esett. Adót akkor is kivetnek rá. Na szép! Napot! Spanyol hon alkirályának nevében közhírré tétetik, az első éjszaka joga eltöröltetik, helyette új adó megfizetése szükségeltetik. Várj már egy kicsit! Minden asszonyos ember köteles két arany megfizetésére havonta, aki feleségével együtt áll. Mi ez? Egy újabb adó. És az is, aki nem. Mi van, ez a legújabb? A kormányzó parancsa. Nem volt ilyen adó. Most már van, fizess. Mennyi? Két arany. Ne se. Majd megmondtam, mit csináljon a kormányzód az új adójában. Na mit? Váljék, kedves egészségére, nagyságos uram, váljék egészségére. Egy arany az úthasználatért, egy a közlekedésért, kettő az asszonyért, kettő az esőért. Lassan már nem is magod, hanem adót ültetünk. Nekem mondod, barátom? Állj, megállni, állj! Hé! Na mi van? Nem tudsz olvasni? Csak egy kicsit, de azért elboldogulok. Sok a szöveg, állj be a sorba. Egy pillanat, vár még. Lássuk csak, mi van itt. A zöld színű az útadó. Parancsolj! Na és te tudsz olvasni? Az engedélyt pedig kiadtuk Luca a Molnár részére az út. Hát te vagy Luca a Molnár. Hát nagyon úgy tűnik. Bocsáss meg, nagyon röstellem. Megbocsátok. Hey! Jó utat, Luca! Neked is! Gyí! 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 Ja! Tilos az átjárás. Itatni tilos. Szervusz, Luca! Giovanni, hogy vagy? Hogy vagyok, hogy volnék? Jó az összvéreidnek, hogy ott isznak, ahol akarnak. Na, tudod, csak szervezés kérdése. Neked lehet. Nos, én azt tanácsolom, hogy fizess. Előbb-utóbb úgy is fizetni kell a báronnak egy pillanat, bocsássa. Hogy fizessünk, mi kérem? Ki ez? Méltóságos uram! Ki szólít? Ki az? Ó, Luca, mi újság?
Ó, bocsásson meg, kegyelmes uram, ha zavarom, de az összvérek nagyon megszomjaztak. Ugyan kérem, szóra sem érdemes. És a kedves felesége hogy sem? Remekül, köszönöm. Kárméla, ébredj fel. Ó, hát ő is itt van. Itt fiskális. Észre sem vettem kegyedet. Szép napot, kegyelmes uram, hogy mi van? Remekül, köszönöm. Mi köszönjük. Ma is meglátogatom a malomban. Csak nem hiányzom kegyednek. A kormányzó egy akkora kecskegidát küldött, mint egy borjú, és olyan porhanyos, mint egy pacsirta. Ó, én már azzal is beérem, ami a kertjükben terem. Hogyne, az is lesz fiskális uram. Cikória, paradicsom, mua! Édes, mint a cukor. Pont, mint kegyelmes uram finom bora. Jaj, miket is beszélek. Úgyhogy miért? Mert a fiskális úr bora elfogyott, egy sem sincs már. Már nem maradt a borából? Micsoda, azzal locsoljátok a szőlőt? Hogy lehet az? Egy ekkora hordóval elfogyott. Sajnos eluram, de nem baj, majd csapra verjük a sajátunkat. Ugyan, már azt a rossz lőrét a fiskális úrnak szó sem lehet róla, nem engedhetem. Hát, ami azt illeti. Nem és nem, méltóságos uram, szó sem lehet róla. Hát nem. Kegyelmed egyszer már gondoskodott borról, nem várhatjuk el mindig. Úgy van, milyen meghívás volna az, ahol a vendég gondoskodik mindenről. Kérem, engedjék meg. Nem. Ha uram így döntött, a fiskális úr nem tud megjönni, bele kell törődni. Hát beletörődünk, sajnálom. Fiskális uram, ha egyszer visszautasít, még megértem. De ha ezután is, azt már zakon vesszük. Köszönj meg szépen. Köszönjük, méltóságos uram. Kérem, kérem. Ja, és fiskális uram, ha legközelebb bort küld, már csak, hogy kevesebbszer kelljen fordulni, ne ekkora, hanem ekkora hordóval küldjön. Jó, ég áldja kegyelmedet. Legyen szerencsém, viszontlátásra. Gyerünk! Ügyvéd úr, meddig várat még minket? Egy pillanat, már is megyek. Kicsi! Kárbe? Hát? Szerintem ez a fiskális szerelmes beléd. Mi ebben a különleges? Mindenki szerelmes belém. Hé, hey, bum! Hé, hey, bum! Mindenki, kivéve egyet. És ki az a féleszű? Te. Én? Ha, és mit gondolsz én, miért nem? Tessék, miért nem? Mert ronda vagy, egy bányarém. Ha! Brrrr! Jé! Jé! Szálvató! Ha? Ott jön Luca azzal a szégyentelen asszonyával! Te csak figyelj, asszony! Majd megszámolom, hány zsákot visz! Ó! A király nevében megállj! Csak nem akarsz megállítani Szálvatóra! Ha azt mondom, a király nevében megállni, akkor te nem mész tovább. Azt mondtam, megállj! Ó! Na tessék, megálltam. Ez a legújabb, hiszen mindig átmegyek. De ma nem. Ma megszámolom a zsákokat. Meglátjuk, mit viszel. Minek vesztegetnéd az idődet? Megmondom, én 20 zsáklisztet viszek. 20 zsákra pedig engedélyem van. Tessék, itt van. Rendben. Ha tényleg 20 zsákliszt, nincs mitől tartanod? Ha? Na lássuk csak. Nagyon mi történhet? Felesleges izgatnod magad. Pontosan. Hét, az asszonyka nem izgatja magát. Ő tudja, hogy intézze el a dolgokat. Egy elsuttogat szó a kormányzónak. Hey, mit akarsz te számolni? Nevedd fel, majd én elintézem. Te Szálvator, felesleges megszámolnod. Egy-két zsákkal többet viszek. Húny szemet a dolog felett, legalább mi tartsunk össze, ne? Nekem veled nincs semmi dolgom. Rakd le a zsákokat, elkobzom és fel is jelentelek. Ha? Láttam én, hogy több az húsznál. Hát legyen. Majd meglátjuk, ki nevet a végén. Húsz, mi? Aj, most boldog vagy. Meg aztán, honnan tudjam, hogy hány zsákban van búza? Majd most kiderítem. Mit akarsz kideríteni, lisztez? Szálvató, hát nápolyi vagy te, vagy spanyol? Hogy mi vagyok? Német vagyok, spanyol, francia, attól függ, ki adja a parancsot. Az biztos. Ácsingózol a tapnyalás után. Szolgalelkű van. Arra ácsingózom, hogy téged börtönben lássalak. Reméljük, hogy az úr meghallgatja imáinkat. Az unokatestvéred pedig kénytelen lesz lemondani a vámszedő ítiségéről. Hát ezért ez a játék. Ez a poszt minket illet, nem fogod a feleséged rokonai kezére játszani? Az unokatestvérem egy úriember. Olga, ne maradj ki ebből, Szálvató, hadd magyarázzam meg. Mit kell ezzel magyarázni? Szégyelhetnéd magad, hogy ezt teszed. Billeghetsz, billeghetsz, te céda, most az sem segít rajtatok. Inkább céda, mint ilyen szikítjú, mint te. Azért haragszol rám, mert egy bányarém vagy. Mit képzelsz? Inkább legyek egy bányaréme, mint száz szafkája, mint te. Baszorkány! Te riharony! Hagyj engem békén! Nyugodt vagyok, nem látod!
Mit csinálsz? Veszel! Veslet, ribanc! Állok jobb magam! Beszállod! Elég a gyermeket! A békeket! Ezt garantálod! Mi folyik itt? Nem tudom. Itt az érsek úr! Jön az érsek! Hagyjátok már! Itt van az érsek úr! Nem érted? Itt van az érsek úr! Kérdi, nem tudsz semmit, majd én beszélek. Töröld meg a gyerek! Maxveniat internus. Luca, hát te vagy az. És még te is, Carmela. Hát mi történik veletek gyermekeim? Eminenciás uram sértegetett. Ki sértegetett? Játssza a bűnbakot. Hallgattassék meg a másik fél is. Mindenkinek joga van védekezni. Hadd halljalak téged, Luca. Ez az asszony olyan súlyos sértéseket vágott a hitvesen fejéhez, amelyek hallatán senki nem tudja tűrtőztetni magát. Na de hát mi nem is. Elég legyen, hallgass. Estimat esse capre vicium quocit caper in se. Excellenciás uram, szerint ez a kecskék viatala volt. A kecskéknek ehhez semmi köze. Én csak a latin szöveget fordítottam. A capra szó itt a vétkest jelöli fiam. Most már világos? Bocsásson meg neki, excellenciás uram. Szegény ördög a lelkeméjén nem gonosz ám ő. Éppen ez a mi küldetésünk, gyermekem. Menjetek, gyermekeim, menjetek. Térjetek vissza a munkátokhoz. Köszönöm, excellenciás uram. Köszönjük. És ti, gyermekeim, bánjátok-e, amit tettetek? Hukritudo insi ipsa, non est peccatum. A szépség önmagában még nem bűn. Az irigység viszont nagyon is az. Emlékezz a szavaimra, leányom, és imádkozz szorgosan. De méltóságos uram, ezek el akarják venni a férjem helyét. Elhallgass, asszony! Úgy legyen, ámen. Legyen. Mit beszél az érsek úr? Az egész azért történt, mert a fejedbe vetted, hogy az átkozott unokatestvéred legyen itt a vámszed. És el is érem. Csak nehogy túl sokan rokkanjanak bele. Gyere! Szirénám, mint egy szirén. Amikor az unokaöcsémnek azt mondtam, mennyei hang az öné, majd meghallja, el sem akarta hinni. És tessék! Igaza volt, bácsikám, Vicsiszti, ön nyert! Mind nagyon kedvesek, meg sem érdemlem, köszönöm. Nápolyban az ön hangjával akár az udvarban is énekelhetnék. Nem, nem, uraim, a feleségem jól van itt, ahol van. Ez a szamárbőgés, amit megtanult itt vidéken, elmegy, de ha elviszik innen, akkor... Nem, és nem a feleségének szebb hangja van, mint Hajdan Kirkének. Méltóságos uram, túl jó hozzám. Igen, Carmela nagy tehetséggel van megáldva, de ez inkább kárára van, mint használva. Kárára? Hogyhogy kárára? Ki van téve az irigységnek és a pletykáknak. Vagy talán örülnöm kellene annak, ami ma a vámszedőnél történt. Nem, dehogy. Én nem is annyira magam miatt aggódom, hanem önökért, uraim, akik gyakran megtisztelnek minket, és akikre még nálam is több szitkot szórnak az irigyek. Nem így van, Carmela? Dehogy nem. És ez gyalázatos, felháborít. Gyalázatos, ahogy mondja. Mi akkor is ugyanolyan rendszeresen jövünk majd ide, mint
Sőt, mi több, most, hogy tudjuk, miket beszélnek rólunk, még gyakrabban jövünk, mint eddig. Még gyakrabban. Luca és én már annyira hozzászoktunk a látogatásokhoz. Hatalmas megtiszteltetés a számára. Ideje, hogy imádkozzam gyermekeim. Ó, hát már is elmegy Gennaro atya. Igen, leányom, ideje elmennem. Bár nem tagadom, maradnék még. Nagyon szívesen. Ahhoz legalábbis Józsuának kell lenni. És meg kell állítani a napot. Jaj, Gennaro atya, van itt az ön számára egy semmiség. Hát akkor kormányzó úr, jöhet a búcsú pohár, szaladj hozz inni. Ez a bor pedig az ügyvéd úr szőlőjéből való. Gennari, hozz gyorsan a bort! Nikó, te meg a poharakat! Az meg miért teszik nálunk csirkét? Azt mondta, a bárány nem ízlik neki, és rendelt egy csirkét. Igazán. Ide hallgass, otthon azt teszel, amit csak akarsz. De ez itt mérgezett. A végén még... Neked, meg a fajtának az lehet. Én fajtám becsületes. Köztünk nincsenek sem árulók, sem brigantik. Mit mondtál, nem hallom? Hogy nem vagyunk sem árulók, sem brigantik. Majd szétrobbansz, mi, hogy Concentina hozzám jött? Nem szerelemből ment hozzád, érdekházasság volt. A szép embert választotta a nyomorult helyett, a szép házat a való pincéje helyett. A kormányzó titkárát a szolga helyett. Na, csak ide. Azt is. Te még Concettinát is tönkre teszed. Őt is megkeseríted. Tessék, Gennaro atya, ez az önöké. Köszönjük, gyermekem. A maga lelke olyan fehér, mint egy galambé. Sosem feledkezik meg a legnagyobb bűnömről, hogy torkos vagyok. Ugyan, egy kis bűne mindannyiunknak van, Gennaro. Itt is van a bor. Parancsoljon, fiskális úr. Ma este csak kelned lehet a pohárnok. Nagy örömmel, Carmela asszony. Köszönöm. Az ön egészségére, Carmela asszony. Gardunja! Bírtoságos úr! Lovat! Lovat, de gyorsan! Esküszöm, Carmela asszony. Azt akarja mondani, amire én is gondolok? Bár új volna, Carmela. Akkor el van intézve? Rendben, el van. Róka, hallod ezt? El van intézve. De mi van intézve? A fiskális úr. Mi örölhetjük minden kapodáját. Köszönjük, fiskális úr. Fiskális úr, maga egy angyal és az angyalok hatalmas csókot érdemelnek. Remekezem. Na de miért megy el, kormányzó úr? Önökre iszom, barátaim. Kormányzó úr, talán rosszul érzi magát. De kezdünk kicsit sokkal venni ezeken az összejöveteleken. Ó, úgy sajnálom. Hát még én úgy sajnálom. Annyi mondani való volna magának. Hát még nekem magának. De mondja, az hallom. Arról a vámszedői posztról volna szó. Már mindent elintéz. Már ki is nevezte a kuzinomat? A pillanat nem a legjobb, na meg nem csak tőlem függ a dolog. Még kitől? Magától. Tőlem? De mennyire? Gondolkozzon rajta. Én másra se tudok gondolni, méltóságos uram. Ó, feltámadt a szél. Megyek, összeszedem a ruhákat, excellenciás uram. Jó estét mindenkinek, szaladok! Túl nagy megtiszteltetés ez, uram, hogy kezet csokkol a feleségemnek, láthatta, nincs is hozzászokva. Ráadásul minden reggel hagymát és fokhagymát ucol. Kormányzó úr, együtt menjünk vissza a városba. Nem, nekem sürgős ügyem akadt. Jó estét, uraim! Excellenciás uram! Jó estét! Atyám, jó estét mindenkinek! Jó estét, kormányzó úr, jó estét!
Kormányzó úr! Kormányzó úr! Mit keres maga itt? Carmilla asszony. Drága Carmilla, bocsásson meg nekem, de én ezt már nem bírom tovább. Ez rosszabb, mint a Tantalosi kis... Ki ez a Tantalosz? Az egy olyan nyomorult alak volt, mint én. Gyümölcstől roskadozó ágak csüngtek felette, mégsem ehetett. A lába alatt folyt a kristálytiszta hűvös víz, mégsem ihatott belőle. Én is hiába merülök el gyönyörű tekintetébe, Carmilla. Én magam vagyok, Tantalosz, szenvedek, szomjas vagyok! Hát akkor igyon, excellencia. Ne nevessen ki! Ne nevessen, ne nevessen, mert olyankor úgy érzem. Ereszen el, kormányzó úr! Hogy is engedhetném el, mikor olyan régóta álmodom erről, hogy maga milyen szép, hogy milyen gyönyörű maga. Ki tudja, hány nőnek mondta ugyanezt? Soknak, soknak, minden szép nőnek, de egy sem volt olyan szép, mint maga, egy sem volt. Mi tud magába ma este, excellenciás uram? Nem csak ma este, minden este sóvárokban nézem, és üres kézzel térek haza. Drága Carmilla, én megteszem vámszedővé a kuzinját, megteszem adóügyi intendántnak a férjét, sőt, akár spanyol királyt is csinálok belőle. Karamba, mit mondtam? Csak érezzek egyet is ezt a szenvedét, amit én, Donna Carmilla, én szeretem magát, majd megőrülök önért, ha maga mellett vagyok, elmegy az eszem, nem tudok létezni magamért! Na, verje meg minket, kormányzó úr, hagyjon minket! Bocsásson meg! Kormányzó úr! Te? Én... Elevenen megnyúzott, te fél leszünk! Kormányzó úr, én... Inkább segíts, kormányzó úr! Jaj. Te fél leszünk, te marha! Miért, uram, mit tettem? Ezért megkorbácsoltatlak! Jaj, a kormányzó úr, én csak láttam, hogy Carmilla asszony elszalad! Hát ez az! Meglázott és azt hitte, hogy a férje! Hát akkor azért futott el! Az asszony, aki fél a férjétől, a szívében a szeretőjét hordozza! Gondolod? He, kormányzó úr, szereti magát! Hát szeret. Csak ne adja fel, uram! Tudja, a nőkhez nem kevés türelem kell. Nekem van, türelmes vagyok. És kell egy kis makacság is, uram? Az is van. És uram, hogy is mondjam, talán egy kis erő is kell hozzá. Hogy merészeled? Te adsz tanácsot nekem? Na gyere, segíts felszállni. Meg kell hagyni szépnek, nagyon szép. Különösen a combja. Na de fiam, Nicoletto, tudod, én csak megjegyeztem, bácsikám, csak kifejeztem a csodálatomat, csak úgy, minden hátsó szándék nélkül. Ó, nézzék, itt jön a kormányzó úr. Jó estét, kormányzó úr. Jó estét, kormányzó úr. Vajon mi lehetett az a fontos dolog? Gennaro atya, hisz tudja. Azt akarja mondani, hogy Carmilla asszony... Dehogy Carmilla asszony nem, de a kormányzó a szokásosnál is puhábra főtt ma. Az észrevétel tökéletes. Isten megbünteti a kivétkes. Az ország összes hölgyének elcsavarta a fejét. Most végre akadt egy, aki ellenáll neki, és akitől szemben... Jó estét, urak és atyáim. Jó estét, váró úr. Jó estét, váró úr. Jó estét, váró úr. Tudják... Nem akarok rossz indulatú lenni, de félek a báró is. Szerelmes Carmilla asszonyba? Ó, ez már régi történet. Drága Nicoletto, te még fiatal vagy. Tudd, hogy az ördög sokféle álruhában megjelenik, de leggyakrabban asszonyok képében. Ő természetesen nem Carmilla asszonyról beszélek. Mi sem természetesen. Miről beszéltek olyan sokat Lukával? Lukával. Mutatok nektek százféle csodát! Csak kövessetek! Mama, én a boszorkányt akarom látni. Kérlek szépen, mama, vigyél-e, kérlek! Na jó van, menjünk le, kisfiam. Mindig ilyen lehetetlen dolgokat kérnek. Ma a gyerekek parancsolnak. Bália, szólj, hogy készítsék a kocsit. Igen, úrnőm. Mama, én is akarom látni a boszorkányt. Jól van, kicsi. Hova készülnek? A gyerekekkel kimegyünk az utcára, megnézzük a vásárt. Ön ilyen emberek közé akar menni, keveredne a pornéppel, egy hitvány ünnepen mutatkozna, mint egy nem is tudom milyen nőcske. Épp kérni akartam, hogy kísérjen el. Magának sem ártana, ha jobban megismerni az alattvalóit. Asszonyom, higgy el, elég jól ismerem ezeket. A pornép olyan, mint a kút alja, mi pedig tekintélyek vagyunk. Hatalmasok! Ugyan mit tud maga a szerencsétlen emberekről? Asszonyom, nekem 6 utónevem van.
Villa Medina, mert a családom vezette a spanyolokat a keresztes háborúban. Sandes, mert spanyol hon szabadságáért feláldoztuk magunkat. Suárez, de Fuerca, mert vérünket áldoztuk a népért Mexikóban. Helyesebben a nép mondotta a vérét, uram. Az már mindegy, nép is volt, meg vér is. Ha ennyire akarnak, hát menjenek. Belőlem. Köszönjük, csak te, Filo. Szép napot, édesapánk. Maguknak is. Ide hozzám! Szibilla, jövendőbe látó álomba merültél már? Álomba merültem, látom a jövőt. Akkor mondd meg a jövőjét ennek az ifjúnak, akit szerelmi bánat gyötör. Reszkessetek! A pokol tüzét nyerem, láthatjátok! Három arany. Miért? Ennyi az ünnepi adó. Soha életemben nem fizettem, hallgass. Volna, most sem fogok. Mit képzelsz, hiszen ma van a szentünk. Hallgass, különben tömlőzbe vetlek. Átkozottak! Három aranyat fizettem! Ha magukra hintik, drága hölgyeim, a férfiak csókokkal fogják elhalmozni magukat. Illatozni fogtok, mint egy rózsabokor vagy egy mimóza mező. Jöjjenek csak asszonyok, lányok, erre tessék, próbálják meg a szentillataimat. Hé, ezt mennyiért adom? Öt aranyért. Meddig várnak még mi? Öt aranyért. Az nagyon sem. Az drága. Vegy csak el, Concettina. Tőlem megkapod ajánlani. Régebben Pasqualinónak szólítottál. Igaz is. Pasqualino, mit is mondtál az előbb? Elhagytál azért az átkozott besúgóját, de én mindig rád gondolok. Napon és éjszaka is. És te? Én is, Pasqua. Mindig. Még éjjel is, Concettina. Még éjjel is. Ó, oh, Concettina szépségem. Ó, oh, Dardunya! Dardunya! Kire gondolsz, asszony? Kire gondolsz még éjjel is? Megmondtam, hogy nem jöhetsz ki. Azonnal hazajössz velem. De uram, fogás! Ez az enyém. Fogás, indíts haza. Jöjjenek, jöjjenek. Adj Isten, passz! Bort ide! Sotto al letto e poi si coricò. Si fece una gran danza ed ebbe una lezione, perché all'indicazione sei condannato. E se vedete bene, chi canta non ti inganna, e con la fune inganna. Ne arcaite che me marollo. E della breve storia la fine è questa qua. És ha én is azt tenném, amit a lány? Te? Ugyan menj már. Olyan biztos vagy ebben? Kármi, miféle beszéd ez, könyörgöm? Hiszen te belém vagy szerelmes. Á, azt hiszed? Igen, azt hiszem. Ah, és nem vagy féltékeny? Nem, nem vagyok nem. Féltékeny, nem. Akkor csak tartsd nyitva a szemed, gyí! Na, mi lesz? Nekünk nem esély. Még nem adtam el semmit, nem tudok fizetni. Igazán? Akkor fizes természetben. Rendben van. Tessék, méltóságos urak. Ez meg mi? Rohadt az egész kosár. Átkozott gazember vagy. Elhallgass, parasz! Sok a szöveg, döntsétek le! Így majd megtanulja! Totródj el innen! Ne üss bele a nagy orradat! Szemjünk, igyunk valamit! Átkozott! Hé! 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 Mi a baj, Kárnyi?
Semmi. Gyí. Csak bátran! Bátran, hölgyek és urak! Próbáljanak szerencsét a nagy gyengő hintával! Kármán, mit csinálunk? Fel akarok ülni a nagy hintára. Erre a hintára? Erre. Elment az eszed, te férjes asszony. Na majd... és? Még meglátják a combodat. Miért talán csúnya? Á, hagyjuk az egészet. Csak nem vagy féltékeny. Féltékeny? Tessék, fiú! Tessék, pillanatot! Kit repít magasabbra a hintát? Mi, várj már! Hadd lássam, ki lesz a bátor! Ki mert tacolni a szédületes magassággal? Erre! Csak tessék, csak tessék! Aki a legmagasabbra repül, ma ingyen hintázol! Adj Isten! Carmilla, gyere le! Carmilla asszony! Uram! Kormányzó úr, jöjjön! Na mi az? Azután Carmilla asszony a hintán. Carmilla asszony felült a nagy hintán? Gyorsan hozni a lácsot! Kárdunya, többé nem tudok enni, nem tudok aludni. És ha még belebetegszem... Nem érdem, uram. Nem sikerül megszereznem, én megkorbácsoltam. De uram, én mindent megkezdek önért, várjuk ki a végét. Micsoda alapja van? Micsoda festetlen személy. Milyen gyönyörű. Még hogy szép vagy, adok én neked te disznó, válts haza! Gyere le onnan, Carmen! Nem! Carmilla, azt mondta, gyere le onnan! Miért akarod tönkretenni ezt a szép látványt? Igyunk erre a két csodálatos combra! Mit mondtál? Az az én feleségem. A felesége? Bocsánat. És szívből gratulálok. Vége a menetnek! Lehagyd abba! Hölgyem és gyerekek! Folytasd! Én fizetem mindenkinek! Most a szabad a hinta! Magasabbra! Isten áldja meg érte magasabbra! Magasabbra, tessék! Segíts csak meg érte! Tessék! Zenét ide! Mire vársz? Szóljon az a zene! Zenét akarok! Lökjétek magasabbra! Még Carmilla! Magasabbra! Megszabadulom, hogy gyere le onnan! Gyönyörű! Leszek el! Tényik itt Gárdunya? Ne kezdve hadakozz el! El lesz tisztek el! Lőjetek! Hagyjatok! Gyorsan, gyorsan, hagyjon tovább! Mint rángatsz engem, egy igazi kormányzó ilyen helyzetben is a helyén marad. Most végre megkapod, amit megérdemel.
Végre azt kapja, amit megérdemel. Persze rögtön együtt érez velük, az ő pártjukat fogja. A saját szememmel láttam, hogy azokat a szerencsétleneket puskával lőtték, megverték és a börtönbe vonszolták. Könyörgök, ők lázadtak fel. Higgy el, asszonyom, maga egy szemernyit sem ért a politikához. Mit tudnak az asszonyok az államügyeiről, nem igaz? Ahogy mondja. Maga ezt képes államügynek nevezni. Pedig ez kérem emberség kérdése. A nép szenved és megfogja a rengeteg adó. Egy pillanat, álljon meg a menet. Az adóknak célja van, a vámokból fizetik a katonákat, akik elfojtják a nép lázadását. Amit az újabb és újabb adók váltanak ki. Érti már? Hát magában egy csepp irgalom sem. Hogyan kérem, irgalom? Az irgalmasok együttérzést illelnek, sírnak, jaj, veszékelnek, hogy meghassanak minket, cselekvőképes férfiakat. De én nem adom be a derekamat! Nem én? Teofilo, mindaz, amit ma művelt, az szörnyűséges. Nem tudom, hogy kire hallgat. Nekem nincs szükségem tanácsra, senkitől nincs. Jobb, ha megtanulja. Képes volt. Épp a védőszent napján egy új adót kivetni. Biztos, hogy ő felsége Spanyolország királya nem helyeselné ezt. Micsoda? Mit akar ezzel mondani? Hogy ő felsége el is veheti azt a hatalmat, amit adott önnek. Baró! Szép tanács. Jó tanácsot adott. Meg is mondom bigott ő felségének, hogy maga volt. Elvetetem a birtokát! Dolores! Maga szerint mit kellene tennem? Engedje szabadon őket. Eressze haza mindet. Hadd menjenek haza a családjukhoz. Nyugalom van, felség. Minden elcsendesedett. A hitvesem, meg a habókos gondolatai. Még hogy szabadon engedjem el őket, azok után, hogy fellázadtak. Én az erős kéz politikája kell. Vasmarok! Be megint. Hallották ezt? Mindet felnégyeltetem! Uram! Megsérült! Excellenciás uram, megsérült! Megsérült! Megsérült a kormányzó! Gyilkosok! A kormányzó megsérült! Ezek gyilkosok! Nem! Dehogyja, hogy meg! Ez nem is vér! Ez csak vörös tinta a kalamárisból! Excellenciás uram, azt hiszem, ki kell engednünk a foglyokat. Ez a legbölcsebb, amit most tehetünk, értsen meg! Hogy? Már te is ezzel jössz. Hiszen tudja, mikor a tenger háborog, a kapitány kidobja a fölös terhet, és nyugodtan folytatja tovább a hajózást. Nem ért legyen, bár úr. Mi a véleménye excellenciádnak? Mit csináljunk, kormányzó? Egy pillanat! Itt én hozom a döntéseket. Döntött már, uram? Engedjük szabadon mindent. Igen, mindent! Csak egyet ne! Lókát, a Molnárt. Miért? Miért? Hogy én tudjuk? Rendben van. Már is intézkedem a szabadobocsátásáról, uram. Egész életükben ülni fogunk! Ugyan már, emberek, ne aggódjatok! Majd, ha beszélek a kormányzóval, szólok, hogy mindenkit eresszenek ki. Várok őszét, Luka. A kormányzó csak annak segít, aki bizonyos szívességeket tesz neki. Na és akkor? Majd megmondom neki, hogy a jövőben nem lesznek ilyen tüzesek. Ez is egy szívesség, nem? Különben meg a kormányzó is csak ember. Csak tudni kell bánni vele. Én tudnám, hogy bánjak vele. Hát nem úgy, mint te. Ugyan mire mehettek az erőszakkal?
Ha el akartok érni valamit, ahhoz nem nyers erő kell, hanem furfang. Nevezheted annak is? Miért, te minek nevezed? Carmela! Én így nevezem. A feleségem segít nekem, mi a rossz ebben? Nem tesz semmi becstelen dolgot. Ha tudnátok, milyen szép kibejárni a kapukon és egy vasat sem fizetni. Ne félj, fiam, te is fizeted azt a vámot. Vigyázz a szádra, vénember, mert nem állok jól. Pedig mondta? Jobb szeretem a kormányzót a palotájában, mint a saját házamban. A kormányzó, mikor a házamban van, a legnagyobb tisztelettel viselkedik. Mert a kormányzó és én így vagyunk. És te melyik vagy, az alsó vagy a felső? Én nem vagyok sem alul, sem felül. Alul ti vagytok, és ott is maradtok. Az életben tudni kell úszni a mocsárban. Ő felsége a király nevében Isten áldása kísérje soká. Elrendelteted, hogy minden fogoly, akit ma a piactéri zavargások során fogtak le, szabadon bocsátassék, közkegyelemben részesüljék ő excellenciája a kormányzó úr akaratából. Ezen foglyok szabadon távozhatnak. Menjenek haza! Tudtam én előre. Bocsáss meg, Luka! Azt hiszem, ezt neked köszönhetjük. Inkább neked, mint Spanyolország királyának. Vagy mindkettőnk. Isten veled, Luka! Nagyon köszönjük! Minden jót! Köszönjük, nagy uram! Köszönjük az éghágyat! Kapitány úr, ég önnel! Ó, egy pillanat, Luka, hadd hívjam meg egy kupa borra, az jót fog tenni az ilyettségre. Megtisztel, uram! Á, ugyan már! Maga tisztel meg engem? Szép kizendülés volt! De már vége, és ez a lényeg! Örülök, hogy így végződött. Parancsoljon, kérem! Csak ön után? Azt nem lehet, mert maga a mi vendégünk fáradjon előre. Én igazán nem szeretném zavarni. Ugyan, ez a kötelességem. Kötelesség azért a kötelesség, amit örömmel teljesítek, az is kötelesség. Köszönöm. Kérem! A kormányzó úr egészségére. Egészségére. Kitűnő, tényleg? Szabad még egyet? Igen, köszönöm. A kormányzó úr egészségére. Egészségére. Remek bor, nem igaz? Kapitány úr, most már tényleg el kell mennem. Üljön már le. Nézze, kapitány úr, tényleg előbb mennem. Kóstolja meg ezt az isteni lepényt. Kapitány úr, kérem, ezt már igazán nem lehet. Nekem tényleg mennem kell, várnak. Talán majd legközelebb. Ha? Legközelebb. Hé, ezt miért csinálta? Sajnálom, drága Luka. De innen nem mehet ki. Hogy mondta, kérem? A kormányzó úr parancsa. A kormányzóé? Kapitány úr, mi lehet, te megőrült? Nem, Luka, nem. Egyértelmű parancsot kaptam. Itt kell tartanom, mint különleges vendéget egészen holnap reggelig. Egész holnap reggelig? Tehát miért? Én nem kérdezősködöm, végrehajtom a parancsukat, én katona vagyok. Én viszont civil vagyok és válaszokat akarok. Miért kell itt maradnom egész éjjel? Egy éjszakáról van szó, pár óráról. Itt alhat az ágyamban. Az én szobámban. Értse meg, kapitány úr, én nem maradhatok itt. Carmela vár a malomban. Nem hagyhatom magára. Egyedül van. Hát... Hogy értette azt, hogy hát? Úgy értettem, hát erre inni kell. Nem, maga nem azt mondta, hogy hát, hanem azt, hogy hát, és az más. Ugyan kérem, egy hát felett nem uralkodhat az ember. Egy trászt! Ha a feleségemről beszélek, maga nem mondja, hogy hát, és azt se, hogy no, hát. De Luka, magának elment az esze. Az embernek már nyögni sem lehet szabadon. Inkább mondja ki, amit gondol, amikor így nyög, meg úgy nyög. Semmit ugyan, mit gondol. Nem igaz, valamit biztosan gondol, amikor így csinál. Hát tényleg tudni akarja pontosan, arra gondolok, amire maga is tessék. Ugyan, ne roskadjon magába. Én is átestem ezen. Miért gondol különben, hogy lennék kapitány? A szégyentelen megszökött egy másikkal. Ha nem teszi, ki tudja, micsoda karriert futok be. Gyönyörű volt, igen. Majdnem olyan szép, mint a maga felesége. És tudja, mit csinált velem? Leitatott. És másnap reggel mindennek vége volt. Tessék, igyon már. Na mi lesz, igyon már, de kéresse magát. Igen, igaza van, ígyuk le magunkat. Így már, szeretlek, édes egy komám. Egészségedre, barátom, hogy meglátod, hogy szeretsz, amikor holt részeg vagyok. És a feleséged egészségére. Színültik, kapitány.
te itt maradsz és vigyázol a lovakra, és ajánlom, jól őrködj. Tartsd nyitva a szemedet. De miért innen menjek a hídon át? Mert így hátulról érkezik a malomhoz, excellenciás uram. És az jó nekem? Úgy, így egészen nyugodtan bemehet a házba, és biztosan nem látja meg senki. Milyen igaz? Akkor menjek. Hát persze, excellenciás uram. De egészen biztos, hogy a... Micsoda, uram? Hát, hogy a Molnár most... Ó, a börtönben csücsül, uram. Emiatt ne féljen. Még hogy én félek? Hogy merészeled? Bocsásson meg, uram. Azért. Mit magad? Átkozott! Segítség! Segítség! De nem tudok úszni! Segítség! Húzol a kínét! Segítség! Négyes fagyolhat! Jaj, kormányzó úr! Megyek már egy pillanat! Jaj, sietek emberek, ide-ide gyorsan! Megfullad a kormányzó úr! Pasquale! Oda kint mászkálnak, annyira félek. Jaj, drága Concetti, nem te vagy az. Ah, bűz lesz a piától. Drága Concetti, nem maradj itt. Ja, Donna Carmela, Carmela! Segíts már úszni, innen! Jaj, 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 fulldoknik! Nem tudok úszni, ha nem bírom tovább! Jaj, 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 segítsen! Húzzatok ki, segítsen! Jaj, segítsen, segítsen, mert megfullad! Jaj, erőltesse meg már, egy kicsi van hátra, uram! Erőltesse, jöjjön! Jöjjön, tartson ki! Tartson ki, uram, tartson ki! Ne hagyjon magamra, húzzanak ki innen! Ne hagyjon a kettőt! Nem bírom tovább, segítsenek, húzzon ki gyorsan! Ne hagyjanak megfulladni! Látja már, kint is van! Hagyjuk meg a vízből! Ha nem hiszem el! Jöjjön a kormányzó úr! Jöjjön már! Nincs semmi baj! Megúszta! Túl van rajta! Jaj, de jó! Jaj, kormányzó úr! Jaj, csak bátran, excellenciás uram! Nem történt semmi baj! Katona dolog! Így! Semmiség az egész! Na, ide! Ide üljen le, kormányzó úr! Ez az! Ide, ide! Jaj! Szedje a lábát, csináljon valamit, a kormányzó úr még meghűl! Jaj, kormányzó úr! Ne hagyja el magát, ne hagyja el magát! Én ezt nem értem, mi történt, uram? Hát, te soha nem értesz semmit. Egy hatalmas banda, ki tudja hányan voltak rám támadott, én védekeztem ugyan, de egyszer csak beleestem a vízbe. Én nem láttam senkit. Majd fogsz, elhiheted, amikor karóba húzatlak. Parancsol egy kis bort, uram? Nem, így is eleget ittam már. Jaj, szegény kormányzó úr, csuron víz. Carmela, 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 szépségem, Carmé. Maguk mit keresnek itt? És hol van Luca? Jaj, a fejem. Nyugodjon meg, Carmela. Hogy tudnék megnyugodni? Hol van Luca, és mit csináltak vele? Ne legyen mérges szépségem. Éppen ezért jöttem ide. Hát még mindig börtönben igen, van. Mi az, hogy sajnos? Hiszen mindenkinek kegyelmet adtak. De neki nem. Nem igaz, Gardunya? És ahogy én látom, nem is szabadul egy hamar. Nem is szabadul. De nem ám. Nem is szabadul. De Luca nem csinált semmit, kormányzó úr. Tudom én, hogy nem csinált ő semmit. Hát akkor excellenciás uram. Még hogy nem csinált semmit, de mennyire és hogyan? Halljuk, Gardunya, mit művelt Luca? A jelentés világosan fogalmaz. Világosan. A vád ellene nem kevés? Nem kevés, őt nagyon is sok. Először is izgatás? Úgy van. Másodszor? Erőszak. Harmadszor? Lázadás, aszítás. Negyedszer? Engedetlenség. Ötödszer? Hát ellenszegülés a spanyol király katonáinak. Hatodszor. Hatodszor? Hatodszor nincs, uram. Hogy nincs több? A többi már a bíróság dolga. A bíróság, na látod? Méltóságos uram, ne állíts a bíróság elé! Mert pedig, ha a bíróság eljáll, akkor el is ítélik. Elítélik, Istenem, kormányzó úr, ne hagyja, hogy elítéljük! Kemény lesz két kapust az élettől, szegény. Segítség! Az ördög! Az ördög maga! Kegyelmes uram, tegye meg értem. Magáért, hiszen tudja, hogy magáért bármit megtennék. És amikor azt mondom, hogy mindent. Úgy is gondolom, hogy minden. Pontosan azért jöttem ide, hogy megmentsem. Köszönöm, kegyelmes uram. Gardunya, a kinevezést. Tessék, itt van. A rokon a kinevezése. Ő felsége a katolikus király. Isten áldása legyen rajta. Soká nevében. Kit érdekel ez most? Lukát? Őt mentse meg, uram, Lukát? Lukát, igen, erre én is gondoltam. Íme a parancs, hogy engedjék ki a börtönből a férjét. Köszönöm, excellenciás uram.
Köszönöm. Carmé, Carmé, egy pillanat. Egyelőre a parancs nálam marad. Kegyelmes uram! Kormányzó úr, kegyelmed remek, azonnal ágyba kell bújnia. Már megbocsáss, ugyan miért? Ágyba? Hogyan miért? Azonnal valami meleget, valami nagyon meleget kell vennie magára, hogy felmelegedje, hiszen milyen kihűl. Hát én úgy fázom, Carmela remek. Hát legyen, kegyelmes uram. Ha kívánja, használja a szobámat. Erre tessék. Érezze magát itthon. Na látja, kegyelmes uram, én megmondtam. Ismerem én a nőket, mint a tenyeremet. Csak egy kis kifogás, egy kis ügyességre van szükség a lelki ismeretünk megnyugtatásához. Na most aztán menjen, kegyelmes uram, menjen, azt ajánlom. Jajajajaj, hogy mit meg ne engedsz magadnak. Kegyelmes uram! Mi az? Ezt itt felejtette. Na, bravo, nagyon helyes. Nem lett semmi baja? Nem, semmi. Addig te itt vársz, állj őrt a házban, és ajánlom, vigyázz. Csak nyugodjon meg, uram, nyugodjon meg! Carmela, egyedül vagyunk. Kormányzó úr, az ágyok ézen van. Ez pedig a hálóinge, uram. A hálóinge? Csak nem akar a csuromvizes ruháiban ágyba bújni. Tessék egy pár harisnya. Biztosan fázik a lába. Gyönyörű. Ezt most szépen ide rakjuk. Csak nem a férjéjé. De. Akkor most én vagyok, Luke. De közben én vagyok a kormányzó is. Kegyelmes uram. Ne kegyelmes uram, hogy nem. Inkább hívj Teofilót. Na persze, még mit nem. A te Teofilót vagyok. Na hát, jéghideg a keze, uram. Igen, jéghideg a kezem a szenvedétől, mindenem jéghideg, mert most érzem először ilyen izgatottnak egy szép nő közelében. Úgy érzem magam, mint egy... Ó, kegyelmes uram, hiszen maga remek, pihennie miatt, kellene. Miatta ne aggódj. Márhogy ne aggódnék a kormányzó úrért, kérem. De a fiú. Persze, akkor most éppen bújjon be az ágyba, takarózzon be, addig én készítek egy finom forralt bort, és attól majd előre kap, jó? Rendben. Megyek. Csak ilyes. Rohanok. La dalla chioniera tira rara tira rara 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 fa la vita rara 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 Ó, na végre! Hogy a takaró alatt milyen finom meleg van! Igen, meglátja, ettől majd minden baja elszáll. Nekem csak egy bajom van, az egy, hogy nem vagy az egyik. De ez is elmúlik, ugye? Elmúlik. Honnan tudjam én azt? Ilyet nem ígérhetek. De is nem tudod, csak azért nem mondod, ki lesz. Nem. Meggyógyulok, mondd, hogy meggyógyulok belőle. Azt hiszem, igen, kegyelmes uram. Áhá, mit mondtam az előbb? Bocsásson meg, te... Te... Teó. Teó. Nem megy, uram, szégyellem magam. Egy kis huccut. Finom. Akkor még egy kicsit. Persze, hogy aztán megszédüljek tőle. Igaza van, talán nem helyes. De nagyon is helyes, de még milyen helyes. Így állt is egy kicsit. Ó, velem. nem, lehet, nekem nincs szükségem rá. Enélkül is eléggé szédülök. Egész bele szédültél, szépségem. Biztosan az illatos víz teszi, amit használ. Á, az illatos víze? Ízom. Igen. Szagoljon csak bele. Na? Az illatos balzsam. Szerelmi bánat ellen. Jaj, ne, kegyelmes uram, mit csinál, mit csinál? Csókolj meg szerelmem! Nem! De miért nem? Bocsásson meg. Meg kell értenie engem. Maga olyan...
Olyan, mint egy dóvad. Szépségem, én katona vagyok. Megyek, bezárom az ajtót. Jó. Carmilla, te nem hiszed el nekem, mennyire szeretlek, be akarom bizonyítani. A nagyanyámé volt, egy igazi Ferrer di Catalunya. Nézd csak meg. Az enyém? Igen, a tiéd, vedd csak fel. Bocsásson meg. Miért adja ezt nekem? Gyöngy, rubin, gyémánt? Én ezt meg sem érdemlem. Ó, még hogy nem érdemled meg, te a spanyol koronát is megérdemelnéd, ha az enyém volna, neked adnám. Elfelejti, hogy én egy szegény parasztlány vagyok. Nem igaz, te egy királynő vagy, te vagy a legeslegszebb lány az egész világon. Most mit csinálsz? Mindig is egy aranyékszerre vágytam, de ilyen szépet, mint ez, még sohasem láttam. Elég még annyit ajándékoznék neked, Carmé. Az őseim minden ékszerét neked adnám. A Ramirezéket, a Mendozáékat, a Ferreréket, minden nap egy másikat, Carmé. Mondja valamit, kérlek, valami apróságot, bármit. Na! Hogy ez milyen szép! Hagyd már azt az ékszert, Carmé, most gondolj egy kicsit rám. Igen, milyen igaza van. Most meg mit csinálsz? Elmész? Csak nem akarja, hogy így maradjak. Igaz is. Bocsásson meg. Szépsége. Pasqualino, ébresztő! Ki az? Gardunya! Gardunya! Segíts már megkötözni! És mit akar vele csinálni? Az legyen az én dolgom, hogy mit csinálok vele. Na, a kalapjára és a köpenyére szüksége lesz. Carmilla. Carmé. Carmilla. Ajaj. Carmilla, tovább! Már is! Íme, tessék! Most pedig forduljon el, kérem! És várjon türelemmel! Igen! Értem én! Még izgalmasabbá teszed az estet! Gardunya! Carmilla. Megölöm őket. A kormányzó rendelete alapján kinevezem vámszedőnek. Gyilkosok! Nesze! Ezt azért, mert ma belém rúgtál! Nesze! Ezt meg azért, mert elvette tőlem az én édes koncsefinámat! Nesze! Ezt meg az összes méregért, ami felgyűlöm lett bennem! Mi az? Élsz még? Mi van? Pasqualino! A kormányzó úr! Egy frászt a kormányzó, én vagyok az Luca!
Vedd fel gyorsan, gárd a nyáruháit, itt a kalapja és a köpenye. De hát mi történt? Ne szövegelj, csak siess! Jól van, na de... A kormányzóné is szép asszony. Kész vagyok, indul! Akkor nyomás! De mit csinálj? Csak mozog már, gyere! A kormányzó parancsát hozom. Itt várjon meg. Őrnagy úr! Igen? Beszélnem kell a kapitánnyal. Ilyenkor? A kormányzó parancsát hozom. Erre! Tovább! Erre! Várjon itt! Kapitány úr! Kapitány úr! Ne kell! Hány óra van? Menj el a pokolba! A kormányzó parancsát hozom! Állj nekem! Ó, Istenem! Szentségeség! Kormányzó úr? A kormányzó úr itt ilyenkor? Mi az? Kapitány úr, itt a parancs! Ó, Kármél asszony! Zárd be az ajtót! Tessék, itt van a kormányzó úr parancsa! Engedj el a férjemet! Megmondom őszintén, nem számítottam magára ezen az éjjeli órán, ráadásul ilyen hamar. Ne viccelődjünk, engedj el a férjemet! Azonnal, Kárméla asszony, ha a kormányzó úr parancsolja. Itt van benn! Itt benn! Luca! Luca! Igen, igen, itt van benn, de nem lesz könnyű felkelteni. Együtt ittunk az este is, magáról beszéltünk. Bánom is én, csak nyissa ki, nyissa már ki! Is. Magukra hagyom önöket! Luca! 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 Istenem, megszökött! Kapitány úr! Kapitány! Kapitány úr, megszökött! Hogy megszökött? Tudj, hogy kimászott az ablakon! Ki? Meg kell állítanunk mielőtt a malomhoz ér, ha ott találja, meg is öli! A kormányzót! A kormányzót? Igen. Őrség, fújja le a riadót! Gyorsan, kapitány úr, gyorsan! Gyergeljétek a lovakat! Lóra, emberek! Lóra! Lóra! Meddig várjak még rád? Ő fensége a kormányzó! Pihenj! Excellenciás úr. Hiszen maga nem is a kormányzó! Carmela! Carmela, ne viccelődjünk. Nem találom viccesnek, hogy bujkálsz előle. Carmen.
Kegyelmes uram! Már olyan régen nem járt nálam. Már azt hittem, teljesen elfelejtett. Excellenciás uram! Gardunya! Concettina! Pasqualino! Hogy jutottál be ide? Concettina! Annyira vágyottam utánad, hogy kockáztattam. És Gardunya? A mai éjszakát a tyúkokkal tölti, ma csak a tiéd vagyok. Concettinám! Ha tudnád, hogy szeretlek, Concettinám! Jaj, Concettinám! Asszony. Gardunya, segíts! Hol császkálsz ilyenkor, felnégyelzetlen? Excellenciás uram! Itt vagyok! Jaj! Megöltem! Istenem! Álljon meg, Kármél asszony! Megöltem! Megöltem, Gardunya! Excellenciás uram! Bár meghaltam volna! Hát élsz! Istenem, segíts! Iszonyúan fáj! Gardunya! Hát mégis élsz! Drága kormányzó úr! Ja. Édes ja. Kormányzó úr, jaj! Excellenciás úr! Hogy mit tett már észre? Hova? Jaj! Gyere ide! Hova? Azt mondtam ide! Figyelem, kormányzó úr! Itt az őrség! Ja Istenem, letartóztatnak! Hogy tartóztatnák le, mikor maga a kormányzó? Tényleg! Én vagyok a kormányzó. Gyújtsd meg azt a gyertyát! Meg nem mozduljon, Kármél asszony! Mi van itt? Ott van a Molnád és a segédje! Gyilkosok! Elkapni őket! Ne! Lukám! Ne! Jól mellettem, Kármél asszony! Lukám! 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 Mit tettél, Lukám? Disznó! A kormányzótok vagyok! Én vagyok a kormányzó! Excellenciás uram, kormányzó úr. Én vagyok a kormányzó. De hát akkor ő lőtt. És megölte a férjemet. Mocskos gyilkos! Na de, Gardunya! Mocskos gyilkos! Gyertek ide! Fogjátok meg az gyilkos özvegyet! Gyilkos vagy! Mit gyilkos? Vigyázzatok az özvegyet! Gyilkos! Engedjék el! Hagyják csak! Fogalmam sincs, hogy mi történt itt. Kormányzó úr, hol van a hulla? El kell rejtenünk. Miféle hulla? Hát a Molnár hullája. Nem is láttam a Molnárt. Gardunya, vágd fel ezt a citromot. De miért, uram? Hát mert fáj a szemem, és a citrom az jót tesz. Más, uram, tessék! Jaj, haza akarok menni! Hozd ide a ruhámat! Keressék meg a ruhámat! Kormányzó úr! Nincsenek itt a ruhái, eltűntek! Ki vitte el a ruháimat? Keressék meg a ruháimat! Itt kell valahol lennie, keressék meg! Uram, van itt egy üzenet. Egy üzenet mi van benne? Ugye a kormányzónő is szép asszony. De még milyen szép a kormányzó? Ha megengedi, nem csak szép, hanem gyönyörű. Na és akkor? Mi köze ehhez a feleségemnek? És kimerészel megjegyzést tenni a hitvesemre? Hiszen ezt Luca írta. Luca, de miért? Hogy bosszút álljon. De miért? Ó, Luca, mit tettél? Luca, mit tettél? Miért, mit tett Luca? Hát? Mi az, hogy hát? Miért? Mi? Hogy merészel ez? Ja, senki? Kegyelmes uram, nem én merészelem, hanem Luca. Őrség utánom! Mindenki a palotába! Mindenki a palotába! A palotába! Vigyeljük a palotába, és kapjuk el azt a nyomorultat! De uram, nincs magán ruha! Nem érdekel, lóra, és kapjuk el az ágat! Lóra! Jó éjszakát, asszonyom! Jó éjszakát, asszonyom!
Teofilo! De miért bujkál a szobámban? Miért nem válaszol? Hol volt eddig? Teofilo, mi ütött magába? Kérem! Teofilo, mennyi éve már, hogy nem láttam ilyet? Édesem, szerelmem! Ó, Teofilo! Hova lett a bajsza? Ma? Én nem vagyok Teofilo, asszonyom! Hát ki maga? Luká vagyok, a Molnár, az, akinek az a szép felesége van, az vagyok. Az ura pedig most az én Carmelán balancúrozik. Nem igaz. A saját szememmel láttam, ezzel a kettővel. Nem öltem meg őket, mert nagyobb bosszút akartam állni, sokkal nemesebbet. Csak hogy nem sikerült. Képtelen voltam. Olyan képtelen. Dádus, Dádus! Jobb lesz, ha itt megvárom, asszonyom. Vagyis együtt megvárjuk itt. Bosszút akarok, jogom van hozzá. Ébresz fel mindenkit, és szólj nekik, hogy jöjjenek! Igen, ez az! Mindenki jön ide a palotából, ide! A kapu zárva! Sehol sincs őrség! És hová lett innen mindenki? Én vagyok a kormányzó! Na de... Nyissátok ki, törjétek be! Azonnal, kegyelmes uram! Nyissátok ki! Mondtam, nyissátok ki! Én vagyok a rendőr! Kinyitni! Nyissátok ki! Kinyitni! Én vagyok a kormányzó! Nyissák ki! Dolores! Dolores! Kinyitni! Nyissák ki! Hát nem látja, hogy csinálja a kormányzó! Kinyitni! És ez a Dadus? Na végre! Dadus! Nyissák ki az ajtó! Nézd ki, én vagyok az! Ki az az én? Mi az, hogy ki? Én vagyok a kormányzó! Én vagyok az ura! Hogy volnál te a kormányzó, mikor Don Teofilo már egy órája az ágyban van? Luca! Itt vagyok! Én vagyok az Carmela! Na de hát... Dadus, nem ismersz meg! Te szoptattál kiskoromban! Már megmondtam! A kormányzó úr már rég hazajött, a saját két szememmel láttam, hogy bemegy a szobájába, és ágyba bújik a feleségével. Elhárul! Ó, megcsalt! Elhárult! Elhárult! Ütve, szuka! Riherogy! Elég legyen az üvöltözésből, a skandalum! Az a skandalum, amit a kormányzó néművel, az bizony az! Igen, úrnőm. Kapitány úr, tartóztassa le az asszonyt és hozza fel ide! A kormányzónő parancsa! Megyek én magamtól is, legalább megmondom a szemébe! Na de... Megyek is, és a szemébe mondom, amit gondolok! Ezt pedig én is látni akarom! Én vagyok a kormányzó! Karunya! Csinálj valamit ezzel az istenverte nyomvat ajtóval! Nem érdekel, hogy csak mondja, mit csinálj! Hát, most meg még fázom is! Istenverte egy ország ez! Adja nekem békén, majd én beolvasok neki! Na itt van! Na itt az ideje, hogy végre a szemébe nézhessek egy ilyen szégyentelen cédának! Ajajajajajajajaj! Hé, Carmela, azt mondja, hogy vigyázzon magára! Még hogy én? Elment az esze? Ez is a maga hibája, hogy képes ilyen badalságokat kitalálni! Még hogy az én hibám, eresztenek, kapitány! Maga, nem is érdemel meg egy olyan férjet, amilyet kapott. Dadus, engedje be, kérem! Már is úrnőm. Lefogadtam őt is. Mert őrült módjára viselkedett, és bosszút akart állni. Hozzátok meg! Mozgás! Luca! Hallgass, te szégyentelen! Tessék, itt van a férje. Képzelje, elbújt a szobámban. Ki tudja, talán sikerülhetett is volna a bosszúja. De meggondolta magát, maga miatt, mert szívből szereti. Még ha maga nem érdemli is meg őt. Valóban, Luca! Hát semmi sem igaz. Megesküszöm, hogy én sem... Megesküdöz, így is elég bűnt követtél már el, ne hazudj még most is! De hát én nem csináltam semmit! Elhallgass, te feslet rongy! Jól megtanultad a szerepedet, te! Ha megengedi kormányzóni asszony, van itt egy kis példaértés. Ez az asszony a tisztaság és a hitves erény mintapéldája. Ó, maga!
Hát épp maga beszél. Mit tud maga kapitány? A sárga földig lerészegedni, semmi más. Nem, Luca, nem. Carmela asszony eljött hozzám, hogy kiszabadítson. Kezében a kormányzó parancsával. Hát éppen ez az. Ezt kapta cserébe a kormányzótól. De ennél a börtön is jobb. Luca, könyörgök én nekem. Higgyek neked, hogyan? A saját szememmel láttam. Ott volt a kormányzóval. Láttalak a kulcsukon keresztül. A kulcsukon keresztül? Igen, képzeld. Hát az nem gardonya volt? Hogyan ide gardonya? Ezek szerint te voltál, az csak az ő ruháiban. És ha én, akkor mi van? Mögötted voltam. Bebújtam az ajtó mögé. Akkor akartam kimenni, amikor te befelé jöttél. Előre mentél az asztalig. Igen. Majdnem levertél egy poharat. Igen. Még megvártam, míg benézel a kulcsukon, és kisurrantam kezemben a kormányzó parancsával. De hát akkor... Kétségbe estem. Ki akartalak hozni és elszökni innen, csak mi ketten, messze ebből az országból. Carmela, szépségem! Luca! Szépségem, egyetlen szerelme! Luca! És én mennyi csúnyaságot képzeltem volna! Micsoda szörnyű éjszaka volt, Carmela, szépségem! Még szerencsé, hogy semmi sem történt. Oldozzák el. Luca! Carmela, szépségem! Parancsára. Induljunk. Luca. Bocsásson meg, felséges asszonyom. Szegény emberek vagyunk, ez az oka mindennek. Néha tévedünk is. Sosem hittem volna, hogy ez lesz a vége. És hogy ennyi megaláztatással jár. Bocsásson meg nekünk. Megbocsát nekünk, kegyelmes asszonyom. Mindent megbocsátom. Oh, köszönjük úrnő. Nagyon szoros vagy. Nagyon ügyesen jutott be a palotába. Olyan ügyes, hogy még engem is megtévesztett. Most nekem kell segítenie. Hát persze, úrnő. Meg kell tennie mindent, amit csak mondok. Én bármit megteszek, parancsoljon velem. Dada, jól figyelj arra, amit most mondok. Most mit csináljunk? Nem tudom, kegyelmes uram. Mit csináltok itt? Örömester, mit csinálnak maguk itt? Örködünk. Ugyan mit őriznek? Jöjjön, nézze meg ezt! Hát... Maga szerint ki ez? Igen. Mi azt mondja már, a kormányzó úr! Igen, hasonlít. Hát? Ugye, hasonlít, fiú. Igen, eléggé. Tényleg, egész megtévesztő. És még csodálkoznak, hogy keményen fegyelmezek. Igen. Hány emberünk van odabenn? Hogy érti ezt? Én a sok szakácsok, őrök, katonák. A palotában? Hát, egy-két járon ilyen. 47? Kész is 47 bitó, tehát mindent felköttetem. Rendben meg lesz. Legyen 48. A dada is lóg. A dada is lógni fog. Bejöhetnek. Á! Már épp ideje volt. Igen. Szóval bejöhetünk, mi? Állj, vigyázzba! Mit csináltok itt? Katonák, vigyázz! Ugyan mi? Lógni fogtok. Mi kérdezed? Mert én vagyok a kormányzó. Mi a kormányzó? Én vagyok a kormányzó! Ő excellenciája a kormányzó! Mi folyik itt? Mit akarnak itt ezek a parasztok? Még hogy mit? Gyere csak el a lépcsőn, kerékbe töretlek! Ne merészelt sértegetni az én szerető uramat! Még egy szót szólsz, és megparancsolom, hogy kössenek ki! De hát én vagyok Teofilo Dolores. Én vagyok a te fifid, nem ismersz meg? Hát tényleg, most már megismerlek, te vagy Luca. Luca a Molnár. Mi? Miféle Molnár? Nem edd fel a hangod! Mi ellen tiltakozol? Milyen sérelemért? Hogy milyen sérelemért? Én is ezt kérdem maguktól. Mit műveltek ma éjszaka a becsületemmel, asszonyom? Fogják el az imposztorokat! Miket beszél Luca? A valódi kormányzó. A király helytartója nem rohangál a városban ilyen késői órán, ilyen lenge öltözetben. De hát én... Én... De te! Te egy bolond vagy! Ha? Azt mondod, te vagy a kormányzó, Doloresnek hívod a feleségemet? És mit keresel a palotában az éjszaka közepén? De... Hát ez az én háza. Igazán? Már a palota is a tiéd? Na persze! Hiszen te is alattvalója vagy a királyságnak, a palota pedig a népé. Csak rajta mesélj még! Majd beszélek, ha én akarok! Már értem. Szóval ellenem akartok tüntetni, így van? Igen! Így van! Így van! Ma éjjel le sem hunytam a szememet, csak a mai lázadásra gondoltam. Túl sok a tisztségviselő, nagy az elnyomás, sok az igazságtalan adó. Hát a nép fellázad ellene.
Belátom, hogy hibáztam. Hogy is vethettem ki adót az esőre és a házas életre? Az esőtől terem a gabona, amiből az emberek befizetik az adót. Na és ha nem nemzenek utódokat, ki fog adót fizetni? Hát ez az, senki. Igaz, Gardunya? Látod, milyen egyszerű az egész, kedves Luká? Kénytelen vagyok bevallani nektek, hogy nem lehet úgy kormányozni a népet, ha nem ismerjük. És az eszünk azon járjon, hogy hogy irányítsuk az országot, ne pedig azon, hogy szerezzük meg más asszonyát. És alázatosan bocsánatot fogok kérni a hitvesemtől, nagy nyilvánosság előtt, hogy annyit kellett szenvedni miattam. Ebből most már elegem van, hallgass! Igaza van, elég volt. Önnek is igaza van, nagyságos uram. Miket beszél, Luca? Sajnálom, asszony. De nem csak az hibázott, aki kormányzott, hanem az is, aki azt képzelte, elvehet, anélkül, hogy adna. Annyian vannak jobbak nálam, akik szenvednek, de ők nem ravaszkodnak. Menjünk, Carmen. Menjetek el mind. Asszonyom, mit művelt a becsületemmel ma éjjel? Hadd hallom. Ki vele? Vegye vissza a ruháját. És próbáljon meg méltó lenni hozzá. Dolores. 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 Eltelt egy esztendő. Ma is, mint minden évben ezen a napon, a város védőszentjét ünneplik. Akartok látni ezer csodát? Akkor kövessetek! Bocsássuk meg, Dolores. Hallotta ezt? Hogy éljen ez a nép? Most igazán boldog lehet, Teofilo, kedvesem. De figyeljen rám. Dolores. Tessék, Teofilo. Megtettem mindent, amit elvárt tőlem. Minden nap a maga tanácsait követtem. Eltöröltem az igazságtalan adókat. Nincs többé protekció, vége a zsarnokságnak és az elnyomásnak. Nagyon jól tette. Kerékbe törettem Gardunyát. Na, ezt viszont rosszul tette. Számíthatott rá, minden nap mondtam neki, felnégyeltetlek, karóba húzatlak, meg kellett tennem az ígéretem miatt is. Dolores, épp egy év emlékszik, megfogadta nekem a pilari szent szűz előtt, hogy ma végre elmondja az igazat. Emlékszem, Teofilo. Dolores, árulja el, aznap éjjel. Itt a palotában mi történt? Valóban tudni akarjuk? Igen. Ezek szerint mindent elmondhatok? Igen, Dolores. Erősnek érzi magát? Igen. Hát legyen. Aznap éjjel még imádkoztam. A pilári szentszűz azt mondta, mondjak el ugyan mindent magának, de csak még egy évvel később a védőszent ünnepén. Kérem, vegyen erőt magán. Gyerünk, gyerünk! Mozgás, fiúk! Hey! Te mit lazsálsz? Csak nézem az én koncertinámat, hogy örül az ajándékomnak. Nekem úgy tűnik, hogy te egy kicsit elgyengült. No, Luca, a szerelem olyan, mint a tavasz. Elgyengít. Concetti. Hát egy akar segíteni nekem. Micsoda illata van, szagolja csak meg. Pasqua vette nekem tegnap a vásárban. Igen, nagyon finom, de most segíts.
van itt? Jó napot, Luca! Jó napot! Jó napot, asszonyom! Itt is vagyunk. És most mennyi lesz? 5 arany. Egy, kettő, három, négy és 5 arany. És még a malomkőért? Még 5? Viszlát, Luca! Szép napot! Neves, csak neves! Na, mi az? Megfizetjük az adót, de mintha a fogamat húznák. Ez van. De ha akarod, visszatérhetünk a régi módszerhez. Meghívjuk a régi barátokat. A bárót, a fiskálist, a kormányzót. Nem. Inkább kifizetem az adót. És tényleg nem szeret? Nem. És miért nem? Mert olyan csúnya vagy, egy bányarép. Ha